Jelentősen nőtt a magyarok hitelészsége, ezt állapította meg a bankráció.hu egy felmérésből. Szerencsén Erika hitelszakértővel fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánok! Jó És a reggelt! számok azt mutatják, hogy a tavalyi év azonos időszakához képest 37%-kal több hitelt vettünk el, ez már jóval több, mint 500 milliárd forint az első 10 hónapban. Ez azt jelzi, hogy a magyarok ennyire magabiztosak az anyagi helyzetüket illetően, vagy azért kezdenek felelőtlenek is lenni, mert elfelejtették a hitelválságot? Ez mind a kettőt is jelentheti. Ugye nagyon kedvezőek manapság most már a hitelkamatok, amik kedveznek az ügyfeleknek abban, hogy minél többen hitelből oldják meg a lakás problémáikat, illetve emelkednek a lakásárak is, és ezzel is összefüggésben van, hogy minél többen igénylik a lakáshiteleket. Milyen egy tipikus mai magyar hitel, amit a legtöbben kedvelnek, felvesznek? Nagyon széles a spaletta, nagyon sokféle ajánlatot kínálnak a bankok. Vannak a 3-6 hónapos időszakra fixált törlesztő részletek, de vannak ettől sokkal biztonságosabb 1-3-5 vagy akár a teljes futamidőre befixálható törlesztésű ajánlatok is a piacon. Ugye nyilván az, ami biztonságosabb, az kicsit drágább is. Tudjuk egy-egy példával szemléltetni, hogy mennyit kell többet fizetni a biztonságért? Igen, tehát az éven belüli kamatperiódusú ajánlatoknál 2,5%-os kamatozással lehet hiteleket felvenni. Ettől drágábbak ugyan, hogyha 3-5 évre vagy hosszabb kamatperiódusra fixáljuk be a törlesztő részletet, tehát akár 2-3% különbség is lehet, viszont a biztonságunkat fizetjük meg gyakorlatilag azzal, hogyha befixáljuk Mit a törlesztőt. Mit tanácsolnak, aki most vesz fel hitelt, menj, ha ki tudja fizetni be? Hát ugye utána is ki kell fizetni, hogyha megemelkedik a törlesztő része, de mennyi időre fixálja mindenképp a törlesztőt? Érdemes minél hosszabb ideig befixálni a törlesztő részletet, hiszen azzal tényleg a biztonságunkat vásároljuk meg kvázi, tehát gyakorlatilag nem kell attól félnünk, hogy változni fog a törlesztő részletünk, tehát a múltból tanulva azért erre érdemes odafigyelni. Tehát minimum a 3 éves időszakot javaslom, vagy annál hosszabb időre is akár. De még hogyha valaki 3 évre fixálja is a törlesztő részletet, ugye egy tipikus hitel az általában ez a 10 millió forint 20 évre, az már egy lakásnál is tetemes összeg 10 millió forint, de hát ott is akkor még 17 évig ki tudja, mi történik. Igen, de vannak az olyan ajánlatok, ahol pont nem kell attól félnünk, hogy mi fog történni, hiszen gyakorlatilag bárhogyan alakulnak a kamatok, ha befixáljuk a teljes futamidőre a törlesztő részletet, akkor biztosak lehetünk abban, hogy nem fog változni a törlesztés. Így mennyivel többet fizetünk, mint ha csak mondjuk 3 évre fixáljuk? Így biztos, hogy jóval többet, tehát akár egy átlagos hitelnagyságnál ez több ezer forintos különbséget is jelenthet, viszont érdemes azért mérlegelni és átgondolni az ezzel járó kockázatot. Mi az átlagos hitelnagyság? Az átlagos hitelnagyság is, illetve az átlagos futamidő is az előző évhez képest emelkedő tendenciát mutat. Egy használt lakás vásárlásnál olyan 6,5 millió forintra tehető az átlagos hitelnagyság, a futamidő pedig a tavalyi évhez képest 15 évre nőtt, körülbelül 14 évre. És a törlesztő részletben ott mi az átlag? A törlesztő részletben ez változó lehet, ugye nagyon kedvezőek a kamatok, nagyon kedvezőek a konstrukciók, illetve vannak állami támogatott hitelek, gondolok itt például egy új lakás vásárlás esetén akár 10 millió forintot is lehet kamattámogatással igényelni. Ennek, hogyha egy 15 éves futamidőt nézzünk, akkor ilyen 55 ezer forint körül jön ki a törlesztő részlete. Nyilván nem pont egyezik az, amit a bank mond, hogy a háztartás bevételéből mennyit lehet szabad hitelre fordítani, és mondjuk ön a szakértő. Mi a jó tanács, hogy mennyire kell óvatosnak lenni, mondjuk egy bevétel mekkora százaléka mehet hitelre? Mindenképpen fordítsunk időt, és gondoljuk át jól egyrészt az ajánlatokat, másrészt azt, hogy mekkora a háztartásunknak a havi bevétele, és mennyi az a fix kiadásunk, amivel minden hónapban számolnunk kell. Ki tudja ezt előre 15 évre? Nagyon nehéz ezt előre meghatározni, ez valóban így van. Ugye a jogszabály is meghatározza a bankok irányában, hogy a jövedelem az mekkora mértékig terhelhető. Tehát egy 50%-os mértékig terhelhető, attól függően, hogy mekkora a háztartásnak a jövedelme.
Én mindig azt mondom, hogy ettől függetlenül, hogy egy bank esetleg engedélyezné, vagy jóvá hagyná a magasabb hitelösszeget és a magasabb jövedelem terheltséget, mi mindig legyünk óvatosak, és mindig próbáljunk bekalkulálni váratlan kiadásokra. Tehát én egy 30-35 százalékos jövedelem terheltségetnél többet nem javasolnék. A bankok mit tanultak a válságból? Mennyire más most a hozzáállásuk az ügyfelekhez, mert azt látjuk, hogy azért tolják ki a hiteleket nagy ütemben. Igen, tehát nagyon, nagyon kedvező a hitelezési kedv a bankszektorban is, azonban sokkal óvatosabbak most már a bankok, és sokkal jobban megvizsgálják az ügyfélnek a fizetőképességét, és esetleg nagyobb saját erőt, vagy egyéb feltételeket várnak el ahhoz, hogy biztos legyen abban, hogy nem lesz rosszul fizető az ügyfél. Ugye a jegybank által bevezetett minősített hitelekkel most már talán, hát már az éveleje óta, vagy szóval, hogy több hónapja lehet találkozni. Ez miben hozott változást? Azért most már vannak tapasztalatok. Sokkal kiszámíthatóbbak lettek gyakorlatilag a hitelajánlatok, és sokkal átláthatóbbak az ügyfelek számára. Ugye a minősített fogyasztóbarát hiteleknek az egyik fő jellemzője, hogy éppen a biztonságra való törekvés, tehát hogy legalább 3 éves kamatperiódusúnak kell lenni annak a hitelnek, ami minősített fogyasztóbarát jelölést kap. Tehát ez is az irányba mutat, hogy inkább a biztonságot választják az ügyfelet. Hogyha ön most kezdene hitelfelvételbe, akkor ezt egy profi hogy csinálja? Hol tájékozódik, mit figyel meg, hogy választ a bankok ajánlata közül? Az internet az mindig nagyon jó kiinduló pont erre. Nagyon jó összehasonlító oldalak vannak, ahol tényleg pontosan, precízen össze lehet hasonlítani gyakorlatilag pár kattintással a banki ajánlatokat, és érdemes szakértőknek a segítségét is igénybe venni, mert azon túl, hogy látunk egy összehasonlító oldalon kamatokat és törlesztő részleteket, illetve teljes visszafizetendő összeget, azért az egyéb feltételeket is érdemes megnézni. Na és mik az egyéb feltételek, az ördög a részletekben van, mik ezek? Egyéb feltételek szoktak lenni, hogy jövedelem elvárása van egy banknak, tehát annál kedvezőbb a hitel, minél nagyobb jövedelmet tudunk esetleg egy bankhoz irányítani. Esetleg a futamidő alatti előtörlesztéseknek is különböző feltételei lehetnek. Ezeket is érdemes, illetve a kezdeti költségeket, mert egy elzállók hitel azért kezdeti költségekkel jár, ezeket is érdemes mérni. Azt egyébként tudjuk, hogy alapvetően lakás célra vesznek föl hitelt, vagy nem tudom, autóhitel ilyesmi is elterjedt, vagy hát ugye most karácsony előtt érdemes az áruhitelekről is beszélni talán. Igen, ez a karácsony előtti időszak azért egy kicsit más, mint az év többi része, mert itt a fogyasztási hitelekre való igény az jobban megugrik, de az év többi részében átlagosan elmondható, hogy igen, jellemzően lakáshitelben gondolkoznak az ügyfelek. Szabad felhasználású hiteleknek az aránya az jelentősen mérséklődött az előző időszakhoz. Most, amikor itt hát általában technikai cikkeket, ilyesmiket azért szoktak 0%-os THM-mel hirdetni. Ott mire kell figyelni, amikor valaki meglátja különböző nagy áruházakban ezeket a hirdetéseket? Ugye ez az időszak a nagy rohanásról szól, és a nagy kiadásokra, és mindenki gyorsan és minél kevesebb kiadással szeretné megoldani a karácsonyi bevásárlást. Azonban, hogyha hitelt választunk, itt is nézzük meg, hogy milyen feltételekkel nyújtja azt a 0%-os akciós hitelt a bank. Tehát gondolok itt arra, hogy lehet, hogy egyéb keresztértékesítés van, tehát egyéb terméket várnak el, jövedelem átutalás, számlanyítást, esetleg kapcsolt hitelkártya vagy vásárlói kártyát várnak el, tehát azért ezeket is érdemes megnézni és mérlegelni. És akkor itt a bank a 0%-os THM mellett azért a számlanyításnál, a számlavezetési díjnál behozza a maga. Igen, erre azért ez érdemes figyelni. A fogyasztóvédelem hogy működik most a hitelek kapcsán? Ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatok? Ugye nagyon szigorú jogszabályok kötik a bankokat a hitelezés terén, tehát ebben sokkal kötöttebb a banki lehetőség, tehát sokkal jobban védik a jogszabályok és az ügyfeleket, tehát sokkal védettebbek, mint korábban. Azt hiszem, sok hasznos információt elmondtunk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm én is.